Ösztüzet zúdítottak az Európai Parlament bevándorláspárti erői az Európai Életvédelméért felelős uniós biztosi posztra. Az új bizottság elnöke ehhez a tisztséghez rendelte az unió kül- és belbiztonságát és a migrációt. Az ellenzők szerint nincs szükség az Európai Életvédelmére, nem is tudnak ezzel a fogalommal azonosulni. Az EP egyik zöldpárti képviselője például azt mondta, hogy szerinte nem az az európai életmód, amit Orbán Viktor hangoztat, vagyis ami egy férfi és egy nő közötti házasságra épül sok gyerekkel. A néppárt azonban kiállt Ursula von der Leyen elképzelése mellett, amit a Fidesz is üdvözölt. Presenting my team for Europe. Múlt héten kedden jelentette be Ursula von der Leyen, hogy az új Európai Bizottságban a biztos jelöltek milyen területért felelnek majd. A jelenlegi Juncker Bizottság szóvívője, Margaritis Kínász az új testületben már biztosként dolgozik majd. Ursula von der Leyen az európai életmód védelmét vízná rá a görög politikusra. A bizottság új vezetője a tárcához sorolta az Unió külső és belső biztonságát, valamint a migrációt is. Ez a döntés óriási felháborodást váltott ki az Unió bevándorláspárti erői között. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság leköszönő elnöke azt nyilatkozta a euronews nem tetszik a gondolat, hogy az európai életmód ellentétes lenne a bevándorlással. A vita az Európai Parlament keddi ülésnapján is folytatódott. Mindenkinek megvan a maga elképzelése az európai életmódról. Ez természetes. De elutasítjuk, hogy egy ilyen biztosítárcát létrehozzanak, és hogy összekapcsolják a migrációval, mondta a szocialisták frakcióvezetője Irace Garcia Perez. A leghevesebben a zöldek frakcióvezetője Filip Lambert támadta a leendő uniós biztosi feladatkört. Milyen az európai életmód, meg tudja valaki mondani? Ha Orbán Viktort hallgatom, akkor az európai életmód egy férfi és egy nő közötti házasságot jelent sok gyerekkel, a nő otthon marad a gyerekekkel, és vasárnap templomba mennek. Közben helyesnek tartják, hogy migráns gyerekeket tartanak őrizetben, és szöges drótokat húznak ki. Ez lenne az európai életmód. Én történetesen európai vagyok, de ez nem az én életmódom, fakad ki Filipp Lambert. A néppárt kiállt Ursula von der Leyen elképzelése mellett. Manfred Weber frakcióvezető azt mondta: Büszke rá, hogy európai, és nem érti, hogy egyes politikusok miért támadják ezt az elnevezést. Van itt valaki a teremben, aki a kínaiak életmódjára vágyik, vagy az afrikai életmódra, az amerikaira? Én az európai életet akarom élni, ami egyelő a szolidaritással, a demokráciával, az emberi jogok védelmével, migránsok esetében különösen. Vagy ott van a tolerancia, a partnerség. Ez az az európai életmód, amire büszkének kell lennünk és meg kell védenünk, hangsúlyozta a német politikus. A Fidesz üdvözölte, hogy a néppárti frakció kiállt az európai értékek mellett. Ez megnyugtató és egy pozitív jelzés, és azt mutatja, hogy a néppártomról is erősödött azoknak a hangja és véleménye és kiállása, akik fontosnak gondolják azt, hogy bátrabban felvállalva az európai örökségünket, hagyományainkat, értékeinket álljunk ki. Egyébként ez egy, egybe is vág az Európai Unió céljaival is csak erősíteni kell ezt. Az európai civilizáció valóban. Döntő változás előtt áll. A liberális demokráciák nem tudnak többé hivatást értelmet adni Európának, jelentette ki a hétvégén Orbán Viktor a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének konferenciáján. A miniszterelnök hozzátette, Közép-Európában viszont ma kulturális és civilizációs életerő nyilvánul meg, amely a kereszténységből fakad. Mutassuk meg a világnak, milyen is az igazi, mély és magasabb rendű élet amelyet a keresztény szabadság eszméjére építhetünk. Hát, ha olyan mentőöv lesz ez, amelyért az összezavarodott tájékozódását vesztett, és végzetes bajoktól gyötört Európa is kinyújtja majd a kezét. A miniszterelnök azt mondta, a keresztény szabadságot fenyegető liberálisok támadásait Közép-Európában eddig sikeresen elhárították, és a keresztény szabadságot kívülről fenyegető veszedelmet, a migrációt is sikerült itt megfékezni.